félórás reggeli műsorát látják itt a VTV-ben. Aktualitások, friss hírek, időjárás jelentés, útinformációk, programajánlók, hogy ne maradjon le semmiről. Reggel fél hétkor várja önöket Tóth Kriszta és Nagy Géza Zoltán. Szép reggelt mindenkinek, ez a Nyíregyházi VTV reggeli adása. Megérkezett vendégünk dr. Kovásán Szolin, szájsebész, fogszakorvos. Jó reggelt! Jó reggelt! A fogimplantátumokról, illetve az implantációról fogunk beszélgetni. Először is tisztázzuk, hogy mi a fogbeültetés és kinek ajánljuk ezt. Hát a fogbeültetés tulajdonképpen egy fogorvosi módszer, egy fogpótlástani módszer, ami segítségével a hiányzó falkat műgyökerekkel pótoljuk. És ezek a műgyökerek majd rágásban fognak részt venni, miután gyógyultak. Hát kinek ajánljuk? Gyakorlatilag foghiány esetén ugye indikáltak ezek az implantátumok. Itt három fő csoport van. Ugye általában, amikor bennünket megkeres a páciens, azt szeretném, minél hamarabb legyen neki pótolta a hiánya, legyen foga. Az első nagy csoport, amikor egy fog hiányzik. Na most ezt hagyományos módon, ezt úgy pótoljuk, hogy szomszédos falkat lecsiszoljuk. Ez mondjuk egy fiatal páciensnél, ahol egészséges falk vannak, ezt nyilván mi sem kívánjuk, meg a páciens sem. És ebben az esetben egy nagyon, nagyon indikált a műgyökér. Behelyezzük az implantátumot, és majd annélkül, hogy a szomszédos falkat lecsiszolnánk, elkészítjük a fogpótlást. A második nagy csoport pedig, amikor egyik oldalon hiányoznak a fogak, és gyakorlatilag rögzített pótlással nem lehetne helyreállítani a rágást. Ilyenkor kivehető pótlást készítenénk hagyományos módon, de nyilván a beteg ezt nem szívesen vállalja, meg hát funkcióban sem olyan tökéletes, és akkor ilyenkor ezen az oldalon kizárólagosan implantátumokon oldjuk meg a foghiányt. És a harmadik nagy csoport, amikor idős betegekről van szó, amikor ugye kivehető fogsort hordozók a betegek, és nem igazándiból boldogulnak vele, mert nem olyanok a szájviszonyok, nem áll meg a fogsor, mindig gond van vele, és akkor ebben az esetben 2, illetve 4 implantátumok segítségével sikerül ezt a kivehető fogsort, ugyanúgy kivehető fogsort fog hordani a beteg, de kiváló módon tudjuk rögzíteni a kivehető fogsort. Önnek van implantátuma? Nekem nincsen. Csak azért kérdezem, mert hogy ugye lehet, hogy ki kellene próbálni egy fogorvosnak, hogy milyen érzés, durva nagyon? Nincs, de biztos vagyok benne, hogy kipróbálnám. Azt tapasztaljuk, hogy ez a típusú beavatkozás nem jár fájdalommal. Most általában ugye a páciensek félnek, fóbiájuk van a fogorvostól, a szájsebésztől. Érthető. És ez valamilyen szinten érthető is, mert ha egy hagyományos szájsebészeti műtétről beszélünk, ahol általában gyulladásos területeken dolgozunk, ott bizony előfordulhat néha fájdalmak, de az implantáció az annyiban különbözik, hogy itt nem gyullad területekről van szó, hanem ez egy finom, viszonylag finom műtét, ahol nagyon nagy óvatossággal fúrjuk meg a csontot, bőhűtés mellett, és azt tapasztaljuk, hogy a betegeink nem panaszkodnak fájdalomra, általában egy fájdalomcsillapítót, amit a rendelőben megkapnak, az elegendő. És akkor milyen anyagból készülnek ezek az implantátumok? Most ezek az implantátumok titánból készülnek, tiszta. Ami nem olcsó. Titánból, ami nem olcsó, igaz. Azért készülnek titánból, mert a titánnak van olyan tulajdonsága, hogy össze tud gyakorlatilag nőni a beteg saját csontjával. Szóval a saját csont benövi gyakorlatilag a titán felszínt. Egyedüli hátránya, hogy azokon a területeken, ahol esztétikailag, mondjuk vékonyabb lágyrészekről van szó, ugye a titán az egy szürke anyag, az egy fém, és átüthet, bizonyos kis esztétikai zavarok lehetnek, átüthet ez a kis szürke szín, és ezért mostanában megjelentek cirkonoxidból készült implantátumok. Na most a cirkonoxid az egy ugyanolyan jó anyag ebből a szempontból, mint a titán, ugyanolyan jól integrálódik, nagyon jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, és mivel fehér, ezért ugye esztétikailag előnyösebb. Mennyi idővel lehet műtét után terhelni ezeket a fogakat? Gondolom el kell tenni egy kis időt. Igen, na most a hagyományos protokoll szerint egy 4-6 hónapot várunk a beültetett implantátumokkal. Ez az idő, ez felső álcsontra érvényes, alsó álcsontban kevesebb időt kell várni, körülbelül 3 hónapot. Ez az idő ahhoz szükséges, hogy gyakorlatilag összecsontosodjon az implantátum, hogy gyógyult legyen.
De akkor 3 hónapig csak pépeset ehet a beteg? Nem, nem. Erre a 3 hónapra, vagy 4 hónapra, erre valamilyen ideiglenes fogpotlásról gondoskodunk. De ugye ez a gyakorlatilag ez a csontos összenövés, ez akkor következik be, ha az implantátum nem mozdul el ez időszak alatt. És mostanában, mivel ugye ez a gond, hogy mindig ez a 4-6 hónap, ez egy hosszú idő, ezért megjelentek újabban olyan típusú implantátumok, amik alkalmasak azonnali terhelésre. Ez azt jelenti, hogy ezek a újfajta implantátumok, ezek olyan menettel rendelkezik, ezek csavar alakú implantátumok, és olyan a menet kialakítása, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon stabilan rögzülnek behelyezéskor, és emiatt lehet rajtuk rágni, mert nem mozdulnak el, és ha nem mozdulnak el, akkor ugyanúgy be fognak csontosodni. És mi van, ha elmozdul? Hát olyan területeken, olyan most a csont, amiben behelyezzük az implantátumot, az különbözik betegtől betegre, meg helytől helyre, attól függ, hogy hova helyezzük be. Ha egy kemény csontban helyezzük be, akkor ez az és kellően stabil az implantátum, akkor ez a mozgás, ez nem fog bekövetkezni. Nyilván, ha elmozdul, akkor elveszítjük az implantátumot. De amúgy erre a módszerem már kitaláltak ilyen mérőeszközöket is, ami segítségével abban a pillanatban, amikor behelyeztük az implantátumot, le tudjuk mérni, mennyire stabil, és ha ez az érték megfelelő, akkor nyugodtan terhelhetjük azonnal, mert tudjuk, hogy nem fog elmozdulni. Ha az érték nem megfelelő, nem kellően stabil, akkor ki fogjuk várni a 3, illetve a 4-6 hónapot. Mennyire sikeresek ezek a beavatkozások? Egyre nagyobb divatja van, nagy tehulit, vagy még annyira nem ismerik az emberek? Hát azért ez egy nagyon nagy fejlődő folyamat. Jelenleg Magyarországon is évente több tízezer implantátumot helyeznek be. Ez egyre inkább elterjedt módszer. A sikeressége, hogyha az irodalmi adatokat nézzük, akkor 97,5%-os a sikeressége, ami azt jelenti, hogy 100 implantátumból ugye 98 implantátum megmarad, és a saját tapasztalataink is azt igazolják, hogy ez tényleg így van, szóval körülbelül ezt mindenki, aki ezzel foglalkozik, ezt a sikeressége rátát el tudja érni. Drága ez a beavatkozás, mondjuk egy túlizhatás. Viszonylag drága, hát Magyarországon egy ilyen közép ár, egy olyan 100 000 forint körül kerül egy műgyökér. Nyilván ez abból adódik, hogy ugye titánból készül, ezek általában külföldről származnak, léteznek magyar rendszerek is, viszonylag drága. Na de stabil biztosan már. Stabil biztos. Tehát örök életű, mondhatjuk azt? Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag egy integrált implantátum, egy teljes fog értékű. Tehát jó, nagyon szépen köszönjük. Már csak egy utolsó kérdés. Megtudhatjuk a nevének az eredetét? Én erdélyi származású vagyok. Komolyan? Tisztelettel köszönjük. Köszönöm. Jó egészséget. Köszönöm. Jó egészséget. Után is aktualitások, érdekességek itt a